új perspektívákat keres a kormány a szén felhasználásban. Szakmai tanévnyitó az észak-magyarországi régiónak. Sorra zárnak be a hírlapárusok a trafikok nyitása után. Jó estét kívánok, ez az aktuális augusztus 29-én, jönnek híreink részletesen. A villamos energia célú kitermelés mellett új lehetőségeket keres a hazai szénvagyon hasznosítására a kormány, mondta Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter a 63. bányásznap Gyöngyösön rendezett központi ünnepségén. Mindeközben a mátrai erőmű csak 2015-ig rendelkezik áramvásárlási szerződéssel, az új erőművi blokk építése pedig még mindig bizonytalan. A kormány nem a villamos energia célú kitermelésben látja a hazai szénvagyon hasznosításának egyetlen lehetséges módját, fogalmazott beszédében Németh Lászlóné. A nemzeti fejlesztési miniszter arról beszélt, folyamatos egyeztetéseket folytatnak a szén kémiai felhasználása, az úgynevezett tiszta szén technológia hasznosítására. Előre haladott tárgyalásokat folytatunk vezető japán kormányzati háttérintézményekkel, ipari vállalatokkal, annak érdekében, hogy a leghatékonyabb japán tiszta szén technológiát Magyarország bevezetésére sor kerülhessen, és az induláshoz szükséges borsodi kísérleti üzemet felépíthessük. A tárcavezető televízión kérdésére, miszerint a kormányzati elképzelésekben mennyire kap hangsúlyos szerepet a villamos energia célú szénkitermelés, konkrétumot egyelőre nem tudott mondani. Dolgozunk azon, hogy egy megfelelő koncepciót elő tudjunk állítani, és reményeim szerint viszonylag gyorsan, közeljövőben meg fogunk tudni mondani, hogy milyen lépéseket kívánunk előrelépni. A mátrai erőműnek jelenleg 2015-ig van érvényes áramvásárlási szerződése. A társaság igazgatóságának tagja azonban azt mondta, a hosszú távú szerződések megszüntetésével együtt is biztosnak érzi a társaság működését. A piacnak a változása kikényszerítette azt, hogy az iparágban összességében a hosszú távú áramvásárlási szerződések átalakításra kerültek. Itt gyakorlatilag keretekben gondolkodunk, és mindig megfelelő időszakban, középtávon magunk előtt igyekszünk olyan pozíciókat teremteni, ami a működés, a biztonságos működés megalapozza. A mátrai erőmű hosszú távú működését egy új erőművi blokk építése alapozhatná meg. Korábban ennek előkészítése már megindult, a Magyar Villamos Művekkel közös beruházást azonban leállították. Németh Lászlóné a mai eseményen azt mondta, folynak egyeztetések az új blokk építéséről, de hogy mi lesz ezek eredménye, arról egyelőre nem tudott tájékoztatást adni. A 63. bányásznapon kitüntetéseket is átadtak. A mátrai erőmű dolgozói közül 5-en kiváló bányász elismerést vehettek át, a cég egyik munkavállalója pedig miniszteri elismerésben részesült. A szakma legmagasabb kitüntetéseit adták át a 63. bányásznapon a Gyöngyösi Mátra Művelődési Központban. A mátrai erőmű dolgozói közül 6-an vehettek át kitüntetést, közülük 3-an a Bükkábrányi, illetve a Visontai bányában dolgoznak. Miniszteri elismerésben a mátrai erőmű egy dolgozója részesült. Farkas László a bányaüzem aknásza vehette át, aki 28 éve dolgozik a cégnél, 9 éve ugyanabban a munkakörben. Azt mondja, céljai az elismeréssel a kezében sem változtak. Hát, hogy erővel egészséget arra, hogy ugyanúgy tudjam végrehajtani a munkámat, mint ahogy eddig csináltam. Meg a családom ugyanúgy tudjam támogatni, mint ahogy még van bőven támogatnom. Kiváló bányász kitüntetésben részesült, mások mellett Sőregi István, a Visontai bánya részlegvezető helyettese, aki szintén közel 30 éve dolgozik a Visontai bányában. Szerinte a bányász szakma megbecsültsége sokat változott az elmúlt 3 évtizedben. Ahogy most az ünnepségen is hallottuk, egyre kevesebbet tudnak róla, illetve egyre lejjebb csúszik a bányászatnak a megítélése, mert annak idején ott a bányászat, illetve a nehéz fizikai munkával, nehéz könyvvel végzett munka, az nagyobb megbecsülés járt manapság. Manapság már tudják, hogy vannak bányászok, valamilyen szinten is ismerik őket, de azt hiszem, hogy lekerültünk arról az első 5 hely valamelyikről, ahol voltunk annak idején. A 63. bányásznap Visontai ünnepségét pénteken rendezik az erőműben, ahol további elismeréseket adnak át a munkavállalóknak.
A legtöbb tanár többet keres szeptembertől, bár vitathatatlan, hogy lesznek néhány ezren, akiknek csökken majd a fizetésük. Többek között erről, valamint az oktatás új struktúrájáról, a változó óraszámról és a pedagógus életpályamodellről is szó esett az EGRI regionális szakmai tanévnyitón, ahol a Klebersberg intézmény fenntartó központ elnöke tájékoztatta az intézményvezetőket a legfontosabb változásokról. Az első klikkév legnagyobb változása a pedagógus életpálya modellhez kapcsolódóan a pedagógusok foglalkoztatásának új struktúrája, kezdte köszöntőjét a Klebersberg központ elnöke. Ez az első alkalom, amikor iskola igazgatókkal közös értekezletet tartanak. Ezért is szerveztük a mai találkozót, nem csak tankerületi igazgató értekezleteként, hanem már az iskola igazgatók meghívásával, hiszen az iskola igazgatók a jó iskola, a minőségi oktatás zálogai, a szakszerű és jogszerű munkavégzés, illetve a munkaszervezés helyi megvalósítása az ő feladatuk. Marekné dr. Pintér Aranka hangsúlyozta, az új tanévben a köznevelési törvény hatályba lépése új feladatokat ró az intézmény vezetőkre, nagyfokú szakmaiságra, szervezői készségre van szükség. Olyan közösségi munkát kell végezniük, olyan szakköröket kell szervezniük, hogy minden gyerekből felszínre hozzák az értékeket. A változásokkal a diákok csak nyerhetnek, mert az egésznapos iskola bevezetésével több időt tölthetnek a pedagógusokkal, tette hozzá az elnök. A köznevelési törvény ezen változása azt a célt szolgálja, hogy főleg azok a gyerekek, akik otthon nem biztos, hogy meleg támogató környezetben tölthetik az idejüket, azok élményszerű programokkal gazdagodjanak az iskolában. Ez nem jelenti azt, hogy a klasszikus napközi kiteljesítése történne, hiszen pont azt kérjük az iskola igazgatóktól, hogy élménynyújtó programokkal gondoskodjanak arról, hogy a gyerekek szeressenek oda járni az iskolába, örömmel maradjanak ott. Azok a diákok, akiknek sportedzésük van, vagy zenei képzésre járnak, szülői kérésre mentesülhetnek a délutáni foglalkozások alól. A pedagógus béremelések kapcsán az elnök elmondta, a tanárok jelentős része több fizetést vihet majd haza, de néhány ezer lehet azok száma is, akik kevesebbet keresnek majd. Ők azok, akik túlórában látták el feladatukat, vagy extra magas pótlékokban részesültek. Hogy ki mennyivel keres kevesebbet vagy többet, az októberi fizetéskor derül majd ki. A fenntartóval történt egyeztetés után tegnap és ma kiosztották a tankönyveket a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskolában. Ez azoknak a szülőknek sem okozott problémát, akiknek emiatt szabadságot kellett kivenniük. Osztják a tankönyveket a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Több mint 340 diák számára kezdődik meg jövő héttől ebben az iskolában a tanév. Az intézmény vezetője azt mondja, ők is megkapták az Emberi Erőforrások Minisztériumából azt a levelet, mely szerint csak az első tanítási napon lehet kiosztani a tankönyveket. Arra azonban már nem volt elég idejük, hogy a szülőket is értesítsék erről. Mi megkérdeztük a fenntartót, az EGRI főegyházmegyét, és ott azt mondták, hogy nyugodtan osszuk ki a könyveket, ha már a szülőket így készítettük föl. Egyébként hozzánk szülői panasz nem érkezett. Bár ebben az iskolában a legkisebbek szüleinek tegnap volt tankönyvosztás, Varga Nikolették egy nappal később kapták meg a tankönyveket. Ők az interneten olvasott információk szerint semmisnek vették az iskola weblapján feltüntetett dátumokat. Én azt hallottam, hogy szeptember 2-án, hétfőn, de nekem most a kisgyermekem alsó tagozatos lesz, úgyhogy tegnap kellett volna jönnünk, úgyhogy teljesen félre lettem végül is így értesítve. Az igazgató azt mondja, sok részletre kell figyelni a tankönyvek kiosztásakor, ezért fontos, hogy a szülők is jelen legyenek. Főként a kisebb gyerekek esetében, ezért is ragaszkodtak az eredetileg meghirdetett időponthoz. Mivel a törvény úgy írja elő, hogy szülőnek, gondviselőnek kell aláírnia mindenképpen az átadás átvételt, ráadásul át kell néznie a tankönyvcsomagot, ezen felül igazolnia kell azt, hogy ő ténylegesen jogosult-e arra, hogy ingyenesen kapja a könyvet, illetve befizette, ezt mind a szülőnek kell igazolni, mert nem tudom elképzelni, hogy egy elsős kisgyerek majd a szaladgál a csekkel és az igazolásokkal, azt meg végképp nem, hogy tudja majd aláírni. A gyerekek az idei tanévtől ilyen névre szóló csomagokban kapják meg a tankönyveket. Ezekből a tanároknak tankönyvosztáskor ki kell venniük a megrendelt dolgozatfizeteket, hogy a tanév során használni tudják őket. Egyre több hírlapárus kényszerül bezárni üzletét a nemzeti dohányboltok megnyitása után. Egyesek végleg, mások csak egy időre függesztik fel az árusítást. Januártól a nemzeti trafikok tulajdonosai sem járnak jól, legalábbis azok, akiknek üzlete iskola vagy hipermarket mellett van, nekik költözniük kell.
Rossz helyzetben vannak a hírlapárusok országszerte. Miután július 15-e óta nem tarthatnak dohányterméket, sorra zárnak be, Gyöngyösön is. Korábban az újságárusok is tarthattak dohányt, az új szabályozás szerint azonban már csak a nemzeti trafikokban lehet megvenni. Az új boltok termékköre javarészt lefedi az újságstandokét, így az utóbbiakat egyre kevésbé éri meg fenntartani. Újságok, szeszes italok és ajándék kiegészítő termékek. Ebben a kisboltban ezek a termékek találhatóak, de már nem sokáig. Szombattól ugyanis bezárnak határozatlan időre. Sajnos mi is ugyanerre a sorsra jutottunk, úgyhogy szombaton vagyunk utoljára nyitva, és a hosszú-hosszú év, azt lehet mondani, hogy több évtizedes nyitvatartás után bezár a bolt, mert sajnos a hírlapból nem nagyon lehet manapság csak abból megélni. A bevételük nagy részét a dohánytermékek tették ki. Olyan 70-75%-ot kitett a dohány, tehát ezt úgy hirtelen nem lehet mivel pótolni. Úgy gondoltuk, megpróbáljuk, ugye július 15-ig lehetett dohányt árusítani, hogy hát ha mégis talpon tudunk maradni, de nem megy sajnos. Azért nem érdemes nyitva lenni, hogy veszteséget termeljen az ember. És csupán a dohány termékek miatt, vagy azért a pénztárgéprendelet is rátesz erre? Mind a kettő. Bár egy időre bezárnak, a jövőben azért egy teljesen más árukészlettel szeretnének majd kinyitni. Nem úgy, mint a Kossuth-úti hírlapárus, aki néhány hete végleg bezárt. Egy újabb javaslat szerint most a nemzeti trafikok elhelyezkedését is módosítanák. Januártól ugyanis iskolák, hipermarketek és bevásárlóközpontok mellől költözniük kell a dohányárusítóknak. A röplabda élet a nyári szezonban sem pihent Gyöngyösön. A városi strandfürdő homokos pályáin idén is szép számban búcsúztatták a nyári szezont. Dobos Máté főszervezőt az ORV döntő napján kérdeztük. Született-e meglepetés az idei versenyen? Született meglepetés. Sajnos a döntőbe kikaptunk egy olyan párostól, akit előtte már megvertünk héttel. Az elődöntő előtti fordulóba, és ők utána három meccset játszottak zsinórba egymás után, ilyen 2-3 perces szünetekkel, úgyhogy inkább jobban be voltak már melegedve a döntőre, mint mi. A homokos játékteret hamarosan a tornacsarnok váltja majd fel a röplabdás berkekben is. A strandon ez volt az utolsó, most már a héten elkezdődött az edzőtábor, aztán utána, amikor elkezdődik az iskola, onnantól kezdve rendes, normál edzések lesznek. A tornát női és férfi párosok kategóriájában írták ki. A hölgyek versenyét a Ferenc Éva, Kotik Hajnalka duó nyerte. A fiúknál Tihaméri Tamás és Juhász Krisztián alkotta kettős végzett az élem. A kormány még nem hozott döntést a devizahiteles mentőcsomagról, jelenleg vizsgálja a Magyar Bank Szövetség javaslatát, mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. További részleteket a tárcavezető nem közölt, csak annyit mondott, ha lesz konkrét további lépés az ügyben, akkor arról tájékoztatást adnak. Korábban Patai Mihály, a Magyar Bank Szövetség elnöke, a kormány képviselőivel folytatott tárgyalások után azt mondta, jelentősen csökkenteni fogja a devizahitelesek havi törlesztő részletét a készülő mentőcsomag. A tranzakciós illeték jogtalan áthárítása miatt augusztus végéig több banknak összesen 300 millió forintot kellett visszafizetnie az ügyfeleknek a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének ellenőrzései nyomán. Az eddigi szankciókat nagyobb részt azért hozta meg a felügyelet, mert a bankok új díj bevezetésével próbálták meg áthárítani a költségeket az ügyfelekre. A PSZÁV szóvivője hangsúlyozta, a törvényi keretek között a költség áthárítása jogszerű. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek ma a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. A Magyar Telekom 310, a MOL 16.000, az OTP 4.222, a Richter 3.610, a TVK pedig 2.320 forintba került a nap végén. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 18.022 ponton zárt, ez a tegnapi záróértékéhez képest 157 pont csökkenést jelent. Az aktuális végén legfontosabb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Új perspektívákat keres a kormány a szénfelhasználásban. Szakmai tanévnyitó az észak-magyarországi régiónak. Sorra zárnak be a hírlapárusok a trafikok nyitása után. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, ez volt az aktuális csütörtökön, jövünk majd holnap is a szokott időpontban, addig olvassák el híreinket a gyöngyöstv.hu oldalon. Minden jót, a viszontlátásra!